Harry Kane trófeát nyert, bazzeg, mi lesz a következő? Cristiano Ronaldo szerénykedik? Na, szevasztok srácok, üdv mindenkinek, itt Nessai, és folytatjuk tovább a Babatunde Ndidi karrierjét az EA Sports FC 24-ben. Ráadásul elérkeztünk a nyári Európa bajnoksághoz, úgyhogy a magyar nemzeti válogatottal hát megméretjük magunkat, és megpróbáljuk hazahozni a trófeát. Félix, predikció, EB predikció, 10 per, nem, ennek nincsen, írj ki egy számot. Köszi. Nagyon-nagyon készülget a Magyarország kedvenc edzője, menedzsere és focistája, hát természetesen Kemény Kígyó Sámánnal napok óta rajzolgatják össze a tökéletes taktikát. Finnország, Portugália és Csehország ellen, ugye ez a csoportunk, az A csoportba kerültünk. Hát srácok, jó szórakozást, jó szurkolást mindenkinek, 3 mérkőzést fogunk ma játszani, és hát remélem, hogy fassa lesz. Reméljük, hogy minden Nessai FC rajongó begyűjtötte a mezeket, és felkészült, hogy tényleg hűen szurkolhasson. Most az, hogy miért kell Nessai FC mezben szurkolni a válogatottnak, az mindegy. De a lényeg, hogy Ndidi eldönti a keretet, az utazó keretet az Európa bajnokságra, úgyhogy itt most nagy a tét, hogy ki kerül be, ki marad ki. Gulácsi, Dibu, Szappanos, Orbán, Szalai, Kerkez, Lang, Styles, Négo, Botka, Bolla, Balog, Szoboszlai, Sallai, Kalmár, Séfer, Nagy, Dárdai, Barát, Lisztes, Sallói, Ádám, Varga, Németh, Bukta és Csobot, Kevin. Ezzel utazunk ki Németországba. Hajrá, magyarok! Nyilván a legnehezebb meccsel fogunk kezdeni, Portugália ellen. Babatunde Ndidi és Kemény Kígyó Sámán pedig kőkeményen készítik fel a csapatot. Megvolt az edzés, és kialakult az első kezdőcsapatunk. Gulácsi, Styles, Orbán, Szalai, Kerkes, Nagy, Séfer, Szoboszlai, Sallai, Bukta, Csabi és Varga, Barnabás. Ez a 11 játékos megy ki a portugálok elleni első csoport mérkőzésre. Lássuk! Nézd meg, ott precízen locsolják a német gyöpet. Tisztítsák a kamerákat, hogy 4K-ba lehessen látni, és hát érkeznek a magyar és Nessai FC szurkolók. Kemény Kígyó Sámán becsukja szemét, és látja maga előtt, hogy parázs mérkőzés következik. Itt egy random kopasz hobó örült valaminek. Hölgyeim és uraim, kezdődik az EB. Magyarország, Portugália, gyerünk fiú! Bukta Csabi szép a testcsel, a friss igazolása okán Bukta Csabi rendkívül motivált, ugye hazatért Magyarországra a valóságban. Jó a beadás, és az első helyzet! Varga Barnabás lő kapura. Szabadrugást kaptunk, mert mindenki tiszteli a magyarokat és Babatunde Ndidit. Másokát nem láttam a 15. percben. Szoboszlainak ez kapura kell lőni, gyerekek. Szoboszlai a labda mögött. Szoboszlai Dominik, bum bele, kapura! Oldalháló. Nem baj, veszélyesen csapódott. Kicsit emeljük a vérnyomását a 3 portugál szurkolónak, aki befért a stadionba. Szoboszlai próbálta meg eltekerni. Szép próbálkozás, de egyelőre gól nélkül. 37. perc, egyértelmű, hogy az esélyesebb csapata vagy Magyarország dominálja a találkozót, egyelőre azonban eredménytelenül. João Félix, most egy lehetőség a portugáloknál, Nuno Mendes csele, beközépre Pedro, Bruno Fernandes, Pedro megint, Pedro lőne, de nem hagyjuk! Hát nem hagyjuk! A sokat mozgó Pedro a 16-oson belül Bernardo Silvával játszik össze. Bruno Fernandes, Gulácsi és... Babatunde, Babatunde. 44. perc, még egy portugál szöglet belefér. Kicsit elfáradtunk, Gulácsi! Gyönyörű védés, kellett még. Engedi a Spori, hogy elinduljunk előre. Szoboszlai nyújtja meg, ketten támadják. Nem volt esélye elszakadni a magyar csapat kapitánynak. Pedro fordul, még mindig engedi a játékvezető. Orbán szépen közbelép, és ezzel van vége az első 45 percnek. Ígéretes a magyar csapatjátéka. Egy EB első fél időnek belefér, de a helyzet kihasználáson, az utolsó passzokon
mindenféleképpen javítanunk kell. Előre, előre megy és berúg. Hát érted, bazeg? Babatunde elbeszélgetett a fiúkkal, reméljük, hogy meg lesz az eredménye. Kőkemény taktikai átalakítások történtek a magyar csapatot illetően, de csere nincsen, a portugál csapatban pedig továbbra sincsen ott Cristiano Ronaldo. Ő nem mert eljönni a magyarok ellen játszani, félt, hogy ki fogják csúfolni a lelátóról, úgyhogy egyelőre legnagyobb sztárja nélkül képtelenek, vagyis hát kénytelenek a portugálok játszani, de akkor nézzük a második félidőt, mert már támad is a magyar csapat, és Bukta Csabi teszi tovább, Szoboszlai Dominik ellen, három védő zárt össze megint. Bernardo Silva, Inácio, le tud fordulni Nuno Mendes, kicsit be kell gyorsítani a Bukta Csabinak, elszalad az a szerecsen fiú ott a szélen, Bruno Fernandes. Szép volt a csel, és egy kis szerencsével Leao elé pattan Félix, és vezetnek a portugálok. Mekkora vázli! Hát ők vitték el a lottóötöst. 6 milliárdé lefizették ezt az egészet. Egy elvesztett labda elpattan. Rafael lehajtó, Joao Félix és Pedro bebelsőzi. Gyakorlatilag az első valamire való portugál helyzetből gól születik. És hátrányban a magyarok. 0-1-ről meg kell fordítani ezt a meccset fél óra alatt. Hát gyerünk! Most mindent egy lapra feltéve kell támadni. Hát EB-n vagyunk, gyerekek, minden meccs számít, és ezt Milos Kerkez is tudja, aki egy gyönyörű cselt csinál befelé! Milos! Fogynak az értékes percek most, de szép a labdaszerzés. Szoboszlai tovább tudja tenni. Bukta Csabi... Babatunde lehozza Bukta Csabit, de csak tiszteletből, mert pihennie kell majd a vasas mérkőzésekre. Sallói érkezik a jobb oldalra, 65. percben megtörténik az első magyar csere. Hát kevés az erő ott elől, Varga Barnabás egyszer lepattan a védőkről, úgyhogy majd kénytelnek leszünk változtatni. Ez egy szép labdaszerzés, Nagy Ádám lő! Taktikai váltás ismét, Ádám Martin váltja Varga Barnabást, egy kis izmot szeretne felpakolni Babatunde oda a pálya elejére. 70. perc, már csak 20 van hátra. Szoboszlai szögletét nézhetjük, jön be a labda középre veszélyesen. Kosta azonban ügyesen jön ki a kapujából és öleli magához. Szoboszlai Sallóit ugratták, jó meglássa. Hű, volt ott probléma, majd zoomoljunk be. 85. perc. Előnyszabályt jelez a játékvezető valamiért, Isten se tudja, hogy miért. Leao, szép labdaszerzés, gyönyörű meglátás, Schäfer, Sallai, Sallai egy csellel, Sallai még mindig, sok volt, bazd meg, sok volt. Kerkez gyönyörűen. Fújd le, persze! Fújd le, te sintér! VD 40-nel kellett volna agyádat lefújni. Csere Magyarország csapatában Lisztes Krisztián érkezik Schäfer TikToker András helyére. Nyugi. 2 perc van hátra. Pedro elrontja. Kerkes szerzi meg a labdát. Ádám Martin tovább. És ott Mi? Kis Lisztes. Az oldalvonal már eltűnt, de látunk-e gólokat? Ádám Martin tovább. Kis Lisztes. Kerkez. Szépen tovább. Sallai. Kis Lisztes, ott a lövés, lepattan ez is, hogy ennyi. Hát bazd meg, Mourinho az edzője a portugáloknak? Lefőtt a kávé a Rómába, azt eljött ide buszt parkolni. Hát beállították a buszsofőrt, nézd meg a portugál kispadra. 1-0-ás vereséggel kezd Magyarország. De hogy hogyan, azt a fiúk sem érti. Hogy védekez, és nézd meg, hogy örülnek a hülye fejüknek. Hát gyönyörű. Át lehet adni a BKV irányítását a portugál csapatnak, bazzeg. Olyan sűrű lesz a buszmenetrend, mint még sose volt. Hát egészen hihetetlen, hogy ezt hogy csinálták így végig a portugálok. Innentől kezdve nem lehet hibázni. Magyarország, Portugália 0-1. Nem tudom, hogy min lepődök meg jobban, azon, hogy ezen a meccsen kikaptunk, vagy azon, hogy a finnek 4-et vertek a cseheknek, de a 2 nulla pontos csapat fog találkozni a következő körben. Magyarország, Csehország mérkőzés várható, és nem lehet most már más eredmény, nyernünk kell, srácok, innentől kezdve nem lehet hibázni. Háj, gondol, Nessai, gondol, valamit ki kell találni.
A második mérkőzése Babatunde, Endidi, Marco Rossi és Kemény Kígyó Sámán egy kicsit variáltak, Dárdai Palkó bekerült irányítani, Szoboszlai Dominik pedig egy sorral hátrébb került, és Bukta Csapi pihen a jobb oldalon, Sallói kezd helyette. Csehország, Magyarország! 5-0. Babatunde, Babatunde, alé, alé, alé. Babatunde, Babatunde, jön az 5-0. Nézd meg, hát kettőt dekázni nem tudnak a csehek! Ne... Láttátok, hogy milyen smart casualba volt Babatunde? Ha még a szemüvegét is levette! Átöltözött a második EB mérkőzésre! Nyomod! Gyakorlatilag a teljes mezőny a középpályán helyezkedve egy kontra lehetőséget biztosított a cseheknek, és ez bizony lap lehet. A kérdés már csak a színe. Én azt mondanám, hogy kék, de ez nem érdekli. A Sporit Milos Kerkez sárgul be 5 perccel a mérkőzés kezdete után. Cseh szabadrugás, talán messze a kaputól, nem lövik kapura, de jó a löbbölés és a fejes! Oda az 5-0, vezet Csehország, a csapatkapitány bólintja át Gulácsi feje fölött a labdát, Krejcsi! Szégyengyalázat. Hát ezt a nemzetet nagyon szeretjük, de a pornósztárjaik miatt inkább, mint a futballjátékosaik által. Itt azonban Gulácsi, hát gyakorlatilag kijön lepkére vadászni, nem tudtam, hogy újabban ekkora természetkedvelő lett a magyar nemzeti válogatott portása. Az első 10 percben megszerzi a vezetést a cseh válogatott. Hát innen szép nyerni, azt mondják. Félix, csinálj valamit! Kivágja a cseh kapus, megpróbáljuk bent tartani, Callum Stiles, szép a váltás. Sallói helyzetben, Sallói vissza középre, ott a lövés fölé! Mindeközben a mérkőzés a 20. percéhez érkezik, Babatunde Ndidi pedig mobiltelefonján Tsubasa kapitányt kezdte el tárcsázni, mert minden segítségre szükségünk lesz, hogyha ezt a mérkőzést valahogy meg akarjuk fordítani. Jó az előrepassz, lendületből jönnek a csehek, az egybe helyzet, Gulácsi! Varga Szoboszlaihoz vissza, Kerkez segít, Milos Kerkez gyorsít fel, Milos Kerkez két védővel gyönyörűen szolgálja ki, Varga Barnabás, gól! Ott van végre, megtört a jég! Az első magyar gól az Európa-bajnokságon! Varga Barnabás! Reméljük, hogy tényleg csak ez hiányzott a fiúknak, gyönyörű a passz! Milos Kerkez répett fel a támadással, és gyönyörűen a felpattanót a hosszúba. Babatunde Ndidi, aki valamiért megszabadult a szemüvegétől, meg az öltönyétől, végre megnyugodhat 1-1, de ez még nekünk nem elég. Többet akarunk, többre vagyunk hivatottak, és nem elégszünk meg. Gyönyörű a labdaszerzés, Varga. Megy előre Szoboszlai és Sallai. Utóbbi kapja a labdát, majd jön a csapatkapitány, Szoboszlai még mindig, Szoboszlai lő! Szöglet! Szoboszlai a labda mögött, kicsiben játsza be, nem sikerül lefordulás, Lozsek szerzi meg, ketten támadjuk, nincs meg a bogyó, de hibára kényszerítjük őket. Varga Barnabás, mekkora gólt lő! Varga Barnabás! Hát ha egyszer egy üzletbe indul, mit tekert oda a felső sarokba, vezet Magyarország! Meg lehet a 3 pont a második EB mérkőzésen, itt a labdaszerzés Nagytól, és Varga 23-ról Zsoga Bonitóba megtekeri a hosszúra. Ha megtanította Babatunde a tekerés alapjait az öltözőben a srácoknak, le is lazultak tőle, és ezt a pályára is gyönyörűen viszik át. 1-2, előnyben Magyarország, megfordítjuk a mérkőzést. Szép Callum Stiles becsúszása utolsó emberként, nagyon kellett az eladott labdáért, kár! Gulácsi, jó? Kicsit azért tegyük vissza sebességbe ezt az otót. Olsz, ne legyen már belőle lövés, ne legyen belőle lövés, még ezt engedi a Spori, Kerkez szerel. És most van vége az első fél időnek, mondom én, de inkább egy szöglet, persze. 48. perc, 2 perc hosszabbítással, 49. Gulácsi. Jó, fél idő, hát vértizzadunk, de tudtuk, hogy nem lesz könnyű az EB. Egyelőre vezetünk Varga Barnabás két góljának hála.
Gyerünk, 45 perc. Nem lehet 1-2 a vége, mert ismerjük a védekezési képességeket. Srácok, gólt kell lőni! Kettős csere, Babatunde, Ndidi, bukta Csabit, és az ifjabb Lisztest hozza be. Az oldalvonal elfogyott, nem is volt, de kell a frissítés a csapatba. Jönnek a fiatalok, továbbra is 2-1 az állás, 55. perc, Sallói. Szép összjáték Stiles-szal, ott a segítség, az ifjú Lisztes a labdával. Lisztes lövi el! Na! Hát így kell egy EB-hez hozzáállni, nálad a labda lövőd! Hoppá! Gyönyörű labdaszerzés! Bukta Csabi, Szoboszlai, beközép, labda, gól! Önzetlen, gyönyörű! Ndidi féle depressing letámadás! Mester 3-as Varga Barnabástól! Szoboszlai teszi le az üres kapura, és 1-3! Két gólos az előny! Innen már nem lehet elbukni, gyerekek! Meg kell legyen az a 3 pont! Bukta Csabi, Szoboszlai Dominik és Varga Barnabás a befejező ember! 1-3! Meg kell legyen! Szedjük össze magunkat, legyünk profik, gyerekek! Hajrá, Magyarország! Barák a labda mögött, Lozsek is oda megy, az első átlépi, lesz-e lövés belőle? Gulácsi! Jön le! A Mester 3-as szerző Varga, érkezik Ádám Martin, Szoboszlai is lejön, Loik Négo, meg még sokan mások. A lényeg, hogy teljen az idő. Holsz, anyák, nem lehet már két gólt lőni, zsebünkbe van, gyerekek. 93. perc kezdődik, a cseheknél a labda, de nem tudnak előre jutni, szépen, fegyelmezetten. Ahogy be lett gyakorolva a tolódás Pinyő által, jól csináljuk, és megvan a labda, és vége a mérkőzésnek. Az első 3 pont és az első 3 magyar gól megvan az Európa-bajnokságon. Életben tartjuk a továbbjutási reményeinket, de minden az utolsó mérkőzésen dől majd el. Magyarország-Finnország találkozó lesz, és meg kell nézzük, hogy hogyan alakult az ő portugáluk elleni mérkőzése. De most örüljünk annak, hogy Varga Barnabás formába lendült, és annak, hogy Babatunde Ndidi Márkó Rosszival az oldalán a cseh-magyar mérkőzésen 1-3-as győzelmet arat. Szabó! 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 Edd le, pálinka! Halló! Halló! Ne! Matematika. Várjál. A finnek megverték a portugálokat. Mi? Tehát, ha én megverem a finneket, akkor lesz 6 pontom a finneknek is és a portugáloknak is, de mivel a Portugália megvert minket, ezért ők jutnak tovább első helyen, de ha én megverem a finneket, akkor én jutok tovább második helyen. Kivéve, hogy ez a FIFA, úgyhogy a gólkülönbség fog számítani, szóval van, nagy bajban vagyunk. 1-es gólkülönbségünk van, a portugáloknak 0-as, de ők a cseheket rommá fogják verni. Nekem meg a taroló finnek ellen kell menni, akik gólt sem kaptak még, bazd meg. Erre én azt szoktam mondani, kiegyensúlyozottan, ne szalisa, hogy... Hűte! Na jó, hát akkor, srácok, erre rá kell edzeni. Babatunde, gyerünk! A mindent eldöntő mérkőzés, a gólkülönbséggel számító mérkőzés, és egy felforgatott kezdőcsapat, Dibusz is bekerült, ott van Kalmár is a kezdőcsapatban, középen pedig Németh Andris lesz a csatár. Egészen meglepő húzások Babatunde Ndidi, Márkó Rosszi és Kemény Kígyó Sámán triójától. Magyarország, Finnország, a továbbjutásért küzdünk! 0. Oda néz, ott van Timo Pukki, a finnek sztárja, 3 gólos, érted? Megy az aranycipőre az EB-n, hát erre kiszámított. Édes Istenem, vért kell inni, srácok, gyerünk, Magyarország, Finnország, csak a győzelem! Pontatlan a passz, rosszul jöttünk be középre, és Timo Pukki léphet ki. Vigyázzunk, mert ez egy finn kontra, és Poyan Polo a Mikulás emel fölé! Szépen tovább, Kalmár teszi le, gyönyörű játék, Nagy Ádám lő! Radecki! Jó volt a meglátás, nem nyerjük meg a Ferpályát. Lövöd! Nagy,
Szép játék, bukta Csabi, Szoboszlaival az összjáték, bukta Csabi, belöbböli középre, Németh Andris! Kimi Räikkönen a labdával, nem sikerül Bottasnak passzolnia, de ezt most eladjuk. Vigyázzat, mert Puki! Erősen oda csavarta Dibuszorra alá Puki. Bukta Csabi, nem sokat láttunk tőle a mérkőzésen, pedig ismét bekerült a kezdő csapatba. Bukta Csabi megy még mindig, Bukta Csabi, mit csinál az ember? Bukta Csabi, üres a hosszú. Visszaérnek a védők, most a beadás, nincsen fejes. Felszabadítanak a finnek. Dominik harcol, leteszi Csabinak, szögle! Hát itt már elbúcsúztunk az első játékrésztől, és egy fantasztikus kétpasszos helyzetet kialakítottunk. Na lássuk a szoboszlai szögletet, jól jön be középre, azt kifejeli, és ott csak finn ember van. 0-0 az első félidőben, egyik csapat sem mer kockáztatni, dominálnak a magyarok, de megint a befejezés hiányzik, kicsit sajnos hasonlít ez a portugál meccsre. Reméljük Ndidi megoldja az öltözőben. Tudom, hogy szeretne kapni nagyon ajándék. Én tudom, hogy szeretne kapni ajándék. De ne töröd Mikulás! Nem töröd Mikulás! Adni ajándék magyar nemzet! Adni ajándék szurkolók! Nem töröd Mikulás! Kimegy, és ellenfél meg... Kimegy és meg... Oda megy 5-0-val meg... Gyakorlatilag a B középig visszhangzott Babatunde lelkesítő beszéde a félidőben. Hajrá magyarok, 45 perc még hátra van, nem eshetünk ki! Stiles, Nagy, Bukta, Szoboszlai. Nagyon pörgünk most így egyből a szünet után. Nagy Ádám, Kalmár, Bukta Csabi lövi el! Jó van, így. Nagyon magasan a finn védelem, és bizony be lehet játszani a labdát Bukta Csabinak. Gyönyörű az átvétel, Bukta Csabi mehet, Bukta Csabi! Radetzky mit véd? Hogy szedte ki a finn kapus? Szoboszlai szöglete, jól tekeredi, gól! Vili Orbán jön előre, és megszerzi a vezetést a magyar válogatottnak. Hus-hus Mikulás, maradjunk csendbe ott fönn éjszakon. Ez aztán a jó lopuk ki! Vezet a magyar válogatott, ott javul a gólkülönbség. És bizony Ndidi beszéde úgy néz ki, hogy meggyőzte a fiúkat a félidőben. Nálunk az előny, vezet Magyarország 1-0-ra. Meg lesz-e a továbbjutás, ez a kérdés, és vajon hogy állnak a portugálok? Szépen türelmesen hozzuk most előre Németh Andris, minden védő hátul, de Bukta Csabi megírésen van. Bukta Csabi lő! Radetzky, Callum Stiles, nincs elveszett labda, Szoboszlai, Nagy Ádám, Nagy Ádinak vissza beközépre, Sallai fordul, hihetetlen a finn kapus! 70. percben muszáj cserélni, Sallói és Dárdai Palkó jönnek Sallai és Kalmár helyére. Nagy Ádám, szép passzok előre, Németh, Szoboszlai kapja, Szoboszlai! Hát ki, ha nem ő! Megvillan a magyar csapatkapitány! 2-0! Egy brutális szóló és egy kegyetlen lövés a hosszúba! Megduplázza az előnyét Magyarország! És ezzel hármas a gólkülönbségünk, és a finneknek is háromra csökken! Gyönyörű Szoboszlai gól! Egészen elképesztő egyéni teljesítmény. És 2-0-ra megy Magyarország a 72. percben. Gyerünk, még egy gól, és fixen előzzük a finneket. Németh Andris, Szoboszlai osz tovább, kiugrásra készen Sallói. Hát friss a gyerek, és belövi! 3-0, ott van a továbbjutás jelen pillanatban. Sallói lövi a harmadik gólt. Bejön Babatunde Ndidi cseréje, szétesik a Mikulás csapata, nagyon okosan a kapus mellett. Higgadt befejezés és három gólos előny, jelen pillanatban biztos továbbjutó a magyar válogatott. Bukta Csabi, Callum Stiles lő, Radetzky. Van most idő esélyt adni újabb fiataloknak, Bolla Bendegúz, stílusos Kálmánt váltja a jobb oldalon hátul, Szoboszlai szöglete. A hosszú oldalra jön Németh Andris fejjel, kapufa! Most nagyon elkapták a fiúk, csak figyeljük, hogy ne kapassuk el magunkat elől, ésszel, higgadtan, taktikusan, Mourinhóba.
üres a jobb oldal, gyönyörű észrevétel, be lehet tenni középre, bukta Csabi, nagy helyzet! És egy blokkolás az ötösön belül. 5 perc van hátra a rendes játékidőből, Szoboszlai szépen leteszi a szögletet, Babatunde Ndidi meg Vili Orbánt, az egyik gólszerzőt hozza le Loic Négo az ő helyén. Szoboszlai megtapsolja magát, meg is érdemli, hívja a társat kis szögletre, így is van. Dárdai Palkó. Palkó befelé. Hát azt lőni lehet, Palkó! Gól! Végre egy kis szerencse. Dárdai Palkó első magyar válogatott gólja. Hát egy csepp finn segítséggel. Hát lehet, hogy a Mikulás nem látogat meg minket, de mi egy nemzetet teszünk boldoggá. Kis szöglet, nem veszik komolyan Dárdait. Ellövi. És hát az egyik játékos kezéről a másik játékos lábára pattan, hát ez egyértelmű Dárdai gólja. Ezen vitatkozni nem is lehet. Megflippereztük a lövést. De sajnos öngólnak adják. 4-0 az állás jelen pillanatban. Babatunde Ndidi beváltja a szokásos taktikáját az EB-n is. De hoppá, még egy finn helyzet, az labda volt, de fölpattan a gyerek. Tisztázzunk, jó? Nagy Ádám viszont Karinainentől veszi el a bogyót. Bukta Csabi. Németh Andrishoz. Németh Andris, hol a védelem? Sehol nincsenek! Ott az ötödik! Ott az ötödik gól! Németh Andris! A 93. percben! Hát hogy ne csinálná meg? Hát tudták a magyar szurkolók, hogy mit vállalnak, amikor leültették Babatundét a kispadra, és íme itt van. Begyalogol, elképesztően erőszakos Németh Andris. És megszerzi a válogatott ötödik gólját. Néma csendül a stadionra. Megtisztelik a finneket a magyar szurkolók azzal, hogy nem csúfolják ki őket. Most viszont lehet ünnepelni, mert a magyar válogatott tovább jut a csoportjából. Nagyon nehezen indult Ndidinek ez a kampány. Aztán kis szerencsével megfordította az egészet. Magyarország a legjobb 16 között az EB-n, és a teljes keret Németh Andrissal, Varga Barnabással, Bukta Csabival, Sallóival, Sallaival bizony van rotációs lehetőségünk. Magyarország, Finnország 5-0. Amúgy ez egy bug, csak mivel szezon vége van, ezért még nem adta hozzá az eredményt. De nyugodjál meg, nyugi, nem volt még ideje és pénze az IE-nek ezt kijavítani. Tovább jutottunk, csak itt szezon végig összeakad. Nyugi. Hölgyeim és uraim, srácok, lányok, pingvinek, hát nincs vége az EB menetelésnek, dacára annak, hogy itt ez a csodálatos FIFA még mindig egy hibátlan videójáték. Köszönöm szépen a figyelmet, a bíztatást, a szurkolást és Babatunde Ndidi támogatását. Innen folytatjuk tovább, vége a szezonnak, jönnek egyszerre az átigazolások és egyszerre az EB mérkőzések, úgyhogy lesz dolgunk bőven, a lájkokat megköszönöm, a diszlájkokat sajnálom, találkozunk 2 hét múlva is, köszönöm szépen nektek. Na, szevasztok! Taktikám volt nekem. EB-re, ellenfél csapatok, öklözéssel, gyakorlatilag hatástalanít, ver bele, sok gól. Gól ver bele. Más nem ver bele. Maximum Mercedesben. Mercedes hátsó ülés meghív, ellenfél edző, és hát már nem úgy, ne, se, tehát nem olyan meghív hátsó ülés, hanem beszélget ellenfél. Beszélget Mikulás, nem nyilatkozz. N betű. Hát ez a leggyönyörűbb dolog, amit a világon láttam.